Köszöntöm Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Kedves nézőink! A Torontói Magyar Ház vezetősége ezúton mond köszönetet az új Magyar Ház építkezésében résztvevőknek szorgos munkájukért, és egyben értesíti a ház tagságát és támogatóit, hogy október 24-én ünnepélyes gálavacsorával nyitják meg a Magyar Házat, melyre jegyek már csak korlátozott számban kaphatók. Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronacsillár, illetve a történelmi festmények csak a restaurálás után kerülhetnek ki a falakra, mely munkák folyamatban vannak. A vezetőség mindenkit sok szeretettel vár az október 24-i szombati megnyitón, majd másnap, vasárnap a szokásos 1956-os megemlékezésen, immár az új Magyar Házban, melyben most még gőzerővel folynak a befejezéshez szükséges munkálatok. Körülbelül 3 hét a nyitás előtt, mint ahogy lehet látni is, a munkálatok még folynak teljes gőzzel. Most már a külső és a belső színezések történtek meg az elmúlt 1 hétben. Még van munka hátra, de biztosítani tudjuk a magyar társainkat, a honfitársainkat, hogy a Magyar Ház meg fog nyílni és kész lesz. Röviden csak beszeretném mutatni az építkezési folyamatot, mind a hátunk mellett lehet látni, ez lesz a bár része a nagy teremnek. Ez már csak a festésre és a bútorzatokra vár. A falak, a nagy falak készen lettek, ezzel egy kicsit késleltetve lettünk, mivel a hangtechnikus, a hangmérnök betervezte, hogy a falak meg legyenek törve, a fal síkja ilyen félkör alakba legyen, hogy a vízhang, a hangnak a minősége jobb legyen. És mivel lehet látni a mennyezetet is, tehát 3 szintes mennyezet lesz, most kerülnek fel a díszmoldingokat, a sarokba lehet látni, ami most már csak a festésre vár, és ez is meg fog történni a következő 2-3 napban. Itt állunk a konyha bejárata előtt, amit lehet látni, jobb oldalt lesz a hűtőház, egy 10x10-es szoba, ahova ilyen freestanding beállított hűtőszekrények lesznek betéve, bepolcozva, tehát egy poltrendszer. Azon kívül a belső részen ottan fogjuk látni, ahol lesznek a tűzhelyek beállítva, egy szép sor, ami 24 feet hosszú lesz, és azon kívül még lesz egy mellékhelyiség, és itt a bal oldalt pedig fogjuk látni a mosókonyhát, ahol egy új stainless steel mosogató gép lesz betéve. Itten a burkolatok folynak, tehát most már ma be lesz fejezve, és itt is a bútorzatra és a festésre várunk, ami meg fog történni a jövő héten. Szeptember 30-át írunk ma, és október 14-én kapjuk meg az occupancy permitet. Erre a dátumra lett beidőzítve a városi inspektoroknak az átvitel az épületre. Sok munka van még hátra, de viszont nem olyan munkálatok már, ami hátráltatná munkákat, vagy nem lenne megrendelve, hanem inkább a finishing dolgok, amit lehet látni, a szőnyegezés és a faburkolat, vagyis a padlózás fog bekerülni, és az utolsó festés a falra és a mennyezetre fog felkerülni a következő 1 hétben. Hadd legyen szabad azt is megemlíteni, hogy ez a munkálat, az a Magyar Ház, ez egy összefogási munka volt, ahol tényleg szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását, hisz ezt egyedül nem lehetett volna megvalósítani, és minden társaság elnöke, alelnöke és a társasági tagok kivették a részüket, és annak az eredménye ez az együtt összefogásnak, hogy mostan 23-án, 24-én egy új Magyar Ház megnyitó lesz, Magyar Ház lesz, amit mindannyian tudunk együtt élvezni, és hiszük azt, hogy komoly kulturális programok és növekedések lesznek, amiben mindenki ki fogja venni a részét.
lesz még Magyar Ház Torontóban. Ezt ígértem meg az utolsó gyűlésen 2011-ben még az öreg kultúrotthonban, és ez valóban meg is lett most már. Október 24-én lesz a nyitása, és valóságra fog válni az a zálom, amit ilyen sokat vártunk. Mivel a mandátumom végén vagyok, ez az egyetlen alkalom arra, hogy nyilvánosan, mint a Magyar Ház alelnöke, köszönetemet fejezzem ki, kivétel nélkül mindenkinek. A kivitelező mérnökök rugalmas hozzáállásáért, az építész időszerű, szorgalmas munkájáért és messze menő támogatásáért, valamint az önkénteset és a MKTV fáradozásáért. Röviden, Toronto magyarságnál ismét lesz Felegvára, amire büszkék lehetnek. Kívánok mindenkinek a békés együttműködés az új Magyar Házban.